Ötödik napja tartanak a zavargások Spanyolország szerte. A tüntetők a hétfőn letartóztatott rendszerkritikus YouTube rapper Pablo Hasél szabadon engedését követelték. Barcelonában egy fiatalokból álló kisebb csoport először csak kukákat gyújtott fel, majd valóságos állóháborúba kezdett. Kordonokból barikádokat emeltek, és kövekkel, üvegekkel dobálták meg a kiérkező rohamrendőröket, akik erre könnygázzal és füstgránátokkal válaszoltak. A legnagyobb pusztítást a katalán főváros Vásárló utcájában végezték, bezúzták a luxusboltok kirakatait és többet kiraboltak. A hatóságok szombat éjjel 11 embert vettek őrizetbe, így már több mint 100 rendbontónak kellett felelnie tettéért. Pablo Hasél azzal vált híressé, hogy dalaiban menekült gyilkosoknak és tüntetőverőknek nevezte a rendőröket. A bíróság ezért 9 hónapos letöltendő börtönbüntetésre ítélte, mivel indoklása szerint a zenész becsmérelte az alkotmányos monarchiát és éltette a terrorizmust. A rapper viszont nem volt hajlandó önként bevonulni, és inkább elbarrikádozta magát társaival egy katalán egyetemen. A hatóságoknak végül 24 óra alatt sikerült áttörniük a védelmet és letartóztatniuk a férfit. Pablo Hasél mellett több mint 200 neves művész is kiállt, mivel szerintük csak alkotói és szólásszabadságával élt.